Testes, komplex, nagyvörös borok jellemzik a villányi borászatok élvonalába megérkező Maun Zsolt pincészetének szortimentjét, természetesen a prémium kategóriában. Aki kóstolt már Maul bort, az tudja, hogy örömborok ezek, amelyek tele vannak szenvedéllyel, nőis a jókedélyről és az életörömről tanúskodnak. Ezekbe az országosan is elismert borokba bárki belekóstolhat a pincészetnél, vagy a villányi pincesorom Maulék boréttermében. Nem tudom, mit élvezek jobban, az élvezet hajszolását, vagy a hajsza élvezetét, idézett Maun Zsolt életvidám borásztól, aki nagy szeretettel fogadta a Boly TV stábját. Gyerekként sokat voltam a szőlőben, nyilván minden villányi gyereknél ez abszolút így volt gyerekkorában, viszont azért voltak ebben olyan emlékképek is, ami nem feltétlenül a legszebbek, mert amikor ezek a szombat reggeli korai kelések, a permetezések az azért nem voltak annyira legendásan viccesek, viszont apu nagyon élvezte, hogy hajnalban értem haza a diszkóból, akkor felébresztett és egyből permetezni kellett, viszont ezen kívül azért voltak szép emlékeim, és nyilván villányiként abszolút jó emléket őrzök így a szőlőről, meg még mai napig nyilván. Nekem is villányiként, gyerekként meg kellett tanulnom a szőlőnek csinyát, binyát. Nyilván, ahogy mondtam is, hogy nem túl nagy területen gazdálkodtunk, de azt a fél hektárt azt mindig becsületesen kora tavasztól teljesen a szüretig folyamatosan mi a család gondoztuk, és így a meccéstől a zöld munkán keresztül a szüretig gyakorlatilag a permetezéseken keresztül végigvittük minden évben a szőlőmunkát, úgyhogy így beletanultam, meg belecseperedtem ebbe az egészbe. Amikor mi 2000-ben elkezdtünk ezzel a szakmával komolyabban foglalkozni, mint hogy említettük is, apu és papa is kicsiben dolgozott, foglalkozott szőlővel. Én is úgy éreztem, hogy abszolút nagy inspirációt adott a nagy négyeknek az előtte a nagy sikere, és 2000-ben, amikor már mind a négy nagy borász, évborásza lett, akkor döntöttünk úgy, hogy akkor mi is kövessük ezt az utat, és induljunk el a borász szakma irányába, útján. Abszolút cél is volt, hogy egy olyan brandet hozzunk még be a Maul név mellé, amivel komoly áttörést lehet véghez vinni, és gyakorlatilag ugye 2006-ban született meg a Latour név, akkor döntöttünk úgy, hogy a Cabernet Francunkat nevezzük el Latournak, és ne csak Cabernet Francként kerüljön forgalomba. Nyilván minden villányi termelő tudta, hogy a Cabernet Franc sikeres szőlőfajta, és hogy egy nagyon extra bort lehet bőle készíteni, és nyilván erre fel is tették a villányi borászok a vokskat a Cabernet Franc mellett. Mi meg úgy döntöttünk, hogy akkor nálunk Latourként kerül forgalomba, és nyilván kellett hozzá 8-10 év, de nagyon szép sikereket értünk el a borokkal, borainkkal. ...2010-11 környékén, a gazdasági válság idején sajnos mi is belecsúsztunk itt a nagy svájci frankos hiteleinkkel, a rosszul gazdálkodásommal, olyan dolgokban, aminek a következménye az lett, hogy 2012-ben sajnos tönkre is ment a borászati vállalkozásunk, és kellett lépnünk egyet, és mi úgy döntöttünk, hogy elmegyünk külföldre. Azt hiszem, hogy meg úgy is gondolom, hogy ez a 2,5 év németországi ott tartózkodás és ott a gasztronómiában eltöltött 2,5 év azért férfivá kovácsolt, mert azért 30 évesen kerültünk oda ki, akkor, amikor itt nem működtek ugye a dolgaink, 2,5 év kemény munka után jött az, hogy újra Magyarország, újra bor, újra borászkodás, és mindent egy lapra feltéve úgy gondoltuk, hogyha visszajövünk és újra borral fogunk foglalkozni, akkor csak egyetlen egy cél és irány van, az pedig a prémium kategória, a prémium minőség, és ezt én úgy láttam jónak, hogy ezt jelen pillanatban a villányban prémium full extra nagy vörös borokkal lehet csak elérni. Már akkor hittem abból, hogy csak új hordó, új 225 literes barik, hordóban való érlelés, hosszú érlelés, és nyilván ki kellett várni, de a gyümölcs az azért meglett, mert hát nyilván itt akár a hátam mögött a falon is látható.
De az elmúlt egy-két év nagyon komoly sikerei azért alátámasztják ezt, hogy ez egy jó irány. 2018-ban jött hozzánk Peresztegi Tamás, ő egy villányi kiváló borász, és én nagyon-nagyon büszke vagyok rá, hogy itt van nálunk, itt van a csapatunkban, mi csapatunkat erősíti. Én abszolút azt merem mondani, hogy szerintem Villányban az egyik legtehetségesebb és az egyik legjobb a szakmában. Nekem rengeteget segít, én a vörösbor készítésnél mindent megbeszéltem vele, én minden szüretnél ott vagyok, segítem a munkájukat, de most már szinte 100%-ban a Tamással van bízva a teljes szüreti feldolgozás, minden, sőt a szőlészkedés meg abszolút. Jelen pillanatban 6 hektáron gazdálkodunk, ez a saját ültetvényünk, és 12 hektáron még vásárolunk termést, de ezek fix területek, akiktől megvásároljuk ezeket a terméseket, most már közel 5 éve. Hosszú távon gondolkodunk mi is bennük, és szerencsére az a borászat is, ami 2012-ben kicsúszott a kezem közül, miután tönkrementünk, azt 2021-ben sikerült visszavásárolni, és újra tulajdonba került, és most így azért nagyon büszke is vagyok rá, hogy egy komoly 1500 négyzetméteres nagy borászati üzemben tudunk most már kulturált, profi körülmények közt dolgozni, feldolgozni. Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon Merlot-val kezdtük így az elején, aztán jött hozzá a kékfrankos, magyar fajta, Tamás hozta be a rendszerbe hozzánk, ő volt az, aki abszolút hitt abba, hogy magyar fajtából is lehet hasonló nagy volumenű bort készíteni, mint az övé, ez lett a Kreator nevű vörösborunk, amivel szintén komoly díjakat nyertünk. Elhoztuk a Champion díjat 2000-ben, és elhoztuk most 2023-ban is ugyanúgy a Kreatorra. Emellé társult még egy Szire, és van még egy Carmenérénk, ami egy nagyon különleges szőlőfajta, chilei szőlőfajta, fél hektáron termeljük, műveljük a fél hektárt, saját ültetvényünk. Nagyon-nagyon szeretjük, és egy nagyon-nagyon pici területen van még Pinot Noirunk. Nagyon nagy öröm számunkra, hogy az országos borverseny is 8 benevezett borból 6 aranyérmet kaptunk, és a Magyarország legsikeresebb borászata lettünk ezáltal, ugye az országos borverseny legjobb borászata, ami egy olyan vándorserleg, amit nagyon ritkán hoznak el ide Villányba, Villányi borvidékre, mert köztudott, hogy azért a tokai borok azért az országos borversenyen elég nagy számban nyerik a nagy aranyérmeket, és ezáltal ugye legtöbbször oda kerül ez a vándorkupa. Ami még nagyon nagy büszkeség számomra, az a Vinagorán elért 7 aranyérem, ott meg 9 bort neveztünk, 7 aranyérmet nyertünk, és ott is a legsikeresebb családi pincészet lettünk, úgyhogy most ezt sem tudom, hogy statisztikailag van-e más olyan borász, aki egy évben ezt a 2 díjat így el tudta nyerni egy év alatt, úgyhogy ez is egy nagyon nagy siker számunkra. 2016-ban, amikor visszajöttem Németországból, akkor azt mondtam, hogy 2028-ig, bezárlak 12 évet adok arra, hogy én Magyarországon az év bortermelője legyek, úgyhogy még van egy pár évem.